és viszi vissza gabonát. Most van megint gabonám. Mennyi? 2. Azt hiszem 5 kell egy dolgozóhoz, ugye? Valami ilyesmi. Ez meg bement kajálni. Olyan idegesítenek ezek a felhők, amik így mennek át a pályán. Tehát ezt teljesen nyugodtan ki lehetett volna hagyni. Három. Nagyon, vagy négy, három. A étkezőben úgy van, hogy hány slot van, tehát hány szék van, ahol lehet enni. És a gabona az ilyen piros golyók formájában van. Valószínűleg csak a piros lehet elhozni, de ez most nem teljesen biztos. Nem tudom, hogy a francba lehet például úszni. Le lehet tenni épületeket, például az úszó medencét, és az úszó medencét, ha lerakjuk, ez nagyon fontos egyébként, hogy úgy kell letenni, bazzeg, hogy a fa ne tudja körbenőni, mert meg fogsz őrülni, akkor megjelenik az a rengeteg épület. Laktanya, az is jó, így, valahogy, így. Valahogy megpróbálom beblokkolni a fáknak a betörését erre a területre. Most itt van három dolgozóm is gabonával, akik mennek az étkezdébe. Hát nem az étkezdébe kell menni, a bázisba vigyétek be a gabonát, jó? És csinált még egy dolgozót. De harcos nem akar csinálni, az is be van jelölve, hogy azt is csinálni kéne. A felderítő egyébként ilyen madár, jó? Mi van akkor, hogyha harcoshoz kell valami? Passzív kőfal. Mi lenne, ha kőfallal blokkolnám el a fákat? Páncéltorony. Megtámadja a közeli. Igen. Iskola. Dolgozók építési sebességének fejlesztése. Az nem kell, mert az így is elég gyors. Úszómedence. Oké, csak még nincsen kész. Laktanya még nincs kész. Versenypálya. Haladási sebesség fejlesztése. Na, az viszont tök jó fog majd jönni. Hát, ezt most sikerült nagyon rosszul leraknom. Nem baj, nem fog belehalni. Jó. Aztán van kórház, az egységek meggyógyítása itt a központon, meg az étkezde, hogy ugye élelmezzük a legényeket. Itt is hárman dolgozhatnának, ha egy lélek nincs benne. 7 fa kéne hozzá. Ez eddig teljesen rendben van, hogy kéne 7 fa. Itt nincs elég fa. Tehát rengeteg fa van. Jó? Így is rohadtul gyorsan nő. Ez meg kóbászol itt körbe. Na szóval, hello Stoke, én vagyok a hatlábú farkas, mint ezt nagyon jól halljátok. Ez a játék itt a Globalization 2, amit ugye közelről sem nagyon sikerült eddig megértenem, hogy miért így működik, ahogy éppen per pillanat működik. Sok még itt a kérdőjel, ráadásul nem teljesen magyar a játék, mint például a Wildlands, hanem, mondjuk abban is van egy-két angol szó, hanem így 20% magyar, 20% meg angol, és akkor így, hát megy az értetlenkedés, így maradjunk ennyibe. Tehát kellene még 6 fa. Itt meg 5 fa kéne még, és nem tudom, hogy mivel lehet rávenni a srácokat, hogy vágjanak fát, mert nem tudjuk. Tényleg nem tudom. És gabonából van 3. És... Hogy van, gabonából van 3, és még kell 4 egység, vagy 5. 4. Egy egység túl messze. Hú, nem értem. Most úgy kéne játszani. Most vágtál fát? Ez a most vágott fát, az az egység? Épít 1-8, betakarít 1-8, és elment kajálni, hallod? Nem értem. Tehát miért nem lehet kijelölni az egységeket, te menjél fát vágni? És nem lehet. Szelesd de. Na most ez fát vág, viszi a fát, ott viszi a fát. Megy 16, épít 8, betakarít 8, és most viszi a fát valahova. Beépítette ide, a versenypályába. Ez tök jó, és akkor most megy kajálni, mert mindjárt ilyen hal. Nagyon jó. Itt egy felderítőm, persze van már felderítőm, hogy a felderítőket le kell állítani. Nem kell felderítő.
Na, ez a felderítő, na ezt se lehet irányítani. 28-al megy. Ez most valami, ez most jó, vagy mi van? Na, kész a laktanya. Készen van az úszómedence. Ja, csak is szólok, hogy itt semmit nem lehet állítani az épületen. Semmit. Arra számítottam egyébként, hogy lerakom a versenypályát, és a versenypályából én itt belül, tehát jobb oldalon, itt majd tudom állítani, hogy fejlesztése a sebességnek. Ugyanis az van ide írva, hogy a versenypálya, opa, bocsánat, az van ide írva, ó, bakker, már bénázok. Piac, kőfa. Na, olvassátok akkor jobb alul, jó? Versenypálya haladási sebesség fejlesztése, jó? Nem kell hozzá papírusz, alga, búza, egy kő kell hozzá, meg hat fa. Jó? Srácok, itt honnan szerzünk követ? Érted? Honnan? Mert nem tudom. Algát azt szerzünk innen, de a többi, azt nem értem. Többi, nem értem. Nem egyértelmű a ját. Itt a kő. Itt a kő, tessék. Úgy néz ki, mint egy törpefa. Bakker. Úgy néz ki, mint egy törpefa. Hát lila színű az is, mint a fa. Hát akkor kő, nem? Tehát egyértelmű. Látod? Ez fa, és törpefa. Ez meg kő. Hát most mondd meg, nem? Haver, ez kemény. Egy darab harcosom nincsen, Frankon. És miért karikázta be fehérrel a dolgozókat? Adjál harcost. Meg dolgozót, meg mindent. De hát az kéne egy csomó gabona, ugye? Most hozza a gabonát. Ők meg mennek a gabonáért. Tehát... Tizenegy. Most benyomtam azt, hogy 11, akkor mi van? Ez mindjárt meg... Ez micsoda itt? Ja, úszott! Ez elment úszni, ilyen éhesen. Nem bírom kijelölni. Harcos! Ha mindjárt meghal! Ha mindjárt meghal! 17, 16... Ú, bakker, utolsó pillanatban ment be kajálni. Utolsó pillanatban ment kajálni. Nem ilyen nagy, ilyen zsíros disznó, mi? Nagy vagyok. Támadási sebesség 1, támadási erő 1, meg 0. Itt tök jó. Na most azt szeretném megkérdezni, hogy te ennyiféle egységem lehet, hogy munkás, harcos, meg felderítő. Tehát ez a három egységem van. Mert ha ez a három egységem van, akkor miért néz ki ugyanúgy mind a három? Tehát a harcos ugyanolyan, mint a dolgozó, csak dagadtabb. És a felderítő is ugyanúgy néz ki, mint a dolgozó, csak szárnya van. Tehát ez miért van? Na, építsünk további épületeket. Tessék, kórház! Nem azért mondom, mint a bármelyik itt beteg akarna lenni, most éppen szívinfarktusban akarna meghalni. De építsünk kórházat, jó? Aztán a versenypályánk van, úszómedencénk van, laktanyánk van, páncéltorony. Hát tekintve, hogy nincs ellenség a pályán, nem baj, azért építünk egyet. Majd biztos onnan fog jönni a nem létező iskola. Iskola. Rakjuk iskolát kórház mellé. Páncéltorony megvan, kőfal, építsünk kőfalat. De csak tényleg azért, hogy hogyan néz ki, jó? Így. Így. Ez egy fontos rész, ezt itt meg kell védeni. Innen fog jönni majd a nagy cetbálna, így átugrik. És akkor majd megtámad minket. Ez pedig a piac. Which is means, ide megyünk majd tejér kenyérér. Srácok, tehát... Csinálj még dolgozót, jó? De úgy sokat. Jó? Na, van négy fő gombom, az első az építkezés, épületek, a második a ilyen zászló kitűzése, jó? Felderítő zászló, oda vonja a felderítőket, hadizászló és tisztítás zászló. Ez tiltott terület, ez takarítás, ez őrség, ez... Hajde, hülye vagy, édesfiam. Nem értem, tehát...
Hadizászló. Tisztítászászló. Figyelj, tisztítászászlót berakom ide. Control drag line. Jó lesz az. Jó? Másik. Stat. Éhezés, sebzés, védés, fertility. Az mi az a fertility? Ó, anyám, nem értem én ezt. Na, mindegy, nagyjából kezdenek épülni az épületek. Na, mindenki dolgozik itt, ez a zászló, ezt nem tudom, miért kellett leraknom. Dolgozik 05, úton van, helyszínen van, tisztítás, fa, alga, papírozalda. Vít. Vít. Így, ugye? Így. Így. Dolgozik. Hát összes. Így lehet ide hívni az embereket? Így frankon, hogy ezt itt dolgozzátok? Elkészült a kőfal. A kőfal elkészült. De jó. 180 élete van a kőfalnak, össze is vonja nagyon szépen. És látod? Innen idehozzák a követ és felépítik. Tehát tök jó. De ennyi pici kőből hogy lehet ilyen nagy kőfalat csinálni? Tehát... Fú haver, ezeket a részeket meg nem értem. Étkezde. Hol látom például úgy magában az étkezdében mennyi kaja van? Vágod? Hát 6 ember ott kajál a 7-ből. Most mind a 7-ben van. 7-ből 7 kajál. 8 per 10 cseresznye, narancs, szilva. Mik ezek a szavak itten? És mik ezek a csíkok, amik itt mennek? Itt mennek a csíkok. Kék csíkok így mennek. Ezek mik? Aha! Amikor beül valaki, akkor itt kezd enni. És amíg a csík végig nem ér, addig eszik. Érted? És akkor végigért a csík, ezek az emberek itt, végér a csík, akkor kijönnek. Tessék, meg van fejtve. De így se... De neki ez a baja. Neki körbe kell menni. Figyelj már, és hogyha letennék egy ilyen főépületet ide, akkor csak ide be kéne hordani, és már kész is vagyok, nem? Nem. Nem. Ezt úgy... Frankó piac elkészült. Ez az iskola, ugye? Nem, ez a kórház. Kórház, ez iskola? Igen. Páncél. Aha, oda néz. Az úszómedencében benne úszik egy ember. Egy lény, mondjuk így. És mindjárt kijön, tehát ő gyorsabban fog úszni. De komoly. Mindjárt kijön, pim. És ő már gyorsabban úszik. Ott van, nézd oda. Megy 16-tal, úszik 10-zel. Épít 8-al, betakarít 8-al. Akkor viszont a betakarítási sebességet is fejlesztenie kéne, nem? Az pedig itt van. Mert laktanya, nem? És a laktanyába fejlődik a betakarítás, vagy? Piac. A piacon mi történik? Cseresznye, narancs, szilva történik. Nézd oda, hát itt van. Tehát innen kerül az étkezdébe a cseresznye, meg a többi cucc. Piacról. Érted? Ezt miért nem építitek, fuck you? Figyelj, van egy ötletem. Ezt fölhúzom furra. Ezt meg lerakjuk. Így. Így. Ja? Jó ez. Jó ez. Kész, elég ez. Tehát innen, ide. Innen, ide. Oda nézd, ez most jól csináltad. Innen, ide. Innen, ide. De ne menj el, gyere vissza. Innen, ide. Innen, ide. Csak így dobáld be. Hallod, fogsz egy lapátot, az bedobálod lapáttal. Ne szenvedj már. Ide, ide. Hallod, a fa az úgy nő, hallod, hogy elfoglal, mindent elfoglal. És a körbeépületezés jó ötletnek tűnt. Nézd oda. Na, figyelj, csináljuk azt, hogy 10.
Ez az egy dolgozik Frankon, komolyan. Honnan látom, hogy itt van életpont? Az az építés, nem? Az életpont, nem? És nézd meg, a fa körbenövi a vítet, tehát a gabonát. Hát a gabona nem tud nőni, mert itt a sok rohadt fa. Semmi gond. Betakarítási jelző. Ugye? Ez a betakarítás? Nem. Ez a betakarítás. Ez. Ide. Mint fa. Ugye? Mint fa. Mint fa. Így. 20 dolgozóval. Így van. Másik? Hogy? Nagyon jó. Innen takarítsátok el a fát, és innen a vítet. És nézz oda! Átúsznak! Átúsznak a buzik! Átúsznak a víttel, és elhozzák ide! Nem, beviszi a kajáldába. Ezt fejezzétek már be, édesfiam. Nem értem. Az igazi nagy gondom az, hogy azokat az egységeket, akik... Ó, az meg fölmegy! És onnan hozzá a vítet. De figyelj már, ha nekünk is van gabona. Hűha, közben eszembe jutott valami. Abban a pillanatban, hogy én nem teszek le úszómedencét, ők nem tudnak úszni. Ha leteszek úszómedencét, és pont betéved egy dolgozóm. Pont elvégzi az úszóiskolát. Onnantól közben pont tud úszni, és neki már nincsenek határok. Ez így működik. Akkor viszont a laktanya mit csinál? A laktanya a leírás szerint támadó képesség fejlesztése. De most egy dolgozó bemegy, az nem fog tudni többet támadni, igaz? Egyébként semmi hangja nincs a játéknak. Egy picit adtam rá, de nem hallok semmit. Na, ehhez mi kell még? 7 egység még nem elérhető. Aha. Most van 33 a 35-ből, még 2 gabonát vigyetek már be. Most mit csinálsz? Hozol fát? Az úszást egész frankon megcsinálták a srácok. Aha, csinálja a fát. Az igen! Hű, hogy takarítja a fát, hallod? Ez egy profi! 9-es betakarítása van, második szintű betakarító a csávó. És 21-jel megy. Második szintű menő. Első szintű úszó. Most a menőséget, hogy mennyivel megy, azt hol lehet fejlezni mindjárt ilyenról. Na most akkor ez kész van? Kész. Mindjárt kész van, nem? Tiszta jó. Ezt át kéne ajánlítanom. Hogy van a hatótávolság? Így, valahogy. Nem minden részt értek. Meg hogy hogyan lehet így lenyomni, akkor a másikat így, akkor most így, akkor végül is. Teszünk még egy kajádát. Hogy? Hallod, innen hozzák a gabonát. Hú, de jól elszaporodott itt a gabona, mi? Oda nézze, csem. Az egész pályán elbúrjázott a fa is, a gabona is, de az alga az nem. De akkor az alga az miért nem? Meg a kő. A kő az miért nem szaporodik a kő? Meg az alga. Hallod, azok csak ott ülnek. Just sitting there and do nothing. Meg ez is milyen hülyeség, nem? 4 alga per 5. Erre ott van 5 alga. 2 alga, erre oda van írva, hogy 1 alga az 5-ből. Tehát akkor meg miért nem az van, hogy 1 alga van, és akkor tényleg 1 per 5? Itt is. 3 alga van, és 2 per 5. Tehát ezeket miért? Fú, de nem értem. Ő kicsit még össze-vissza ez a dolog, az az igazság. Na, páncéltorony farkas dolgozik. 2. 0-2-ből. Páncél 8, kár 30. Okozók, hát sebzés, nem? Nem az, hogy kár 30, az sebzés, nem?
Kő 4 per, akkor kővel lő, az a muníció. De akkor miért írtad a lőszer 12-12? Tehát akkor a kő az micsoda? A kővel véd. Mi? Fejleszteni. Itt van egy fejleszteni gomb. 14 kővel lehet fejleszteni. 1440 lesz az életpontja. A 487, na jó. Viszont a kajádát lehet fejleszteni. Ma fejlesztük, nem? Ez mi? Piac, azt nem lehet fejleszteni. Viszont a laktanyát lehet, úszómedencét nem lehet. Kórházat lehet, de hát azt már nem is használjuk. Iskola, iskolát is fejlesztünk. 5 kő kell hozzá, nem? Belül még kettő van még mindig. Hallod, a két tanuló, aki benne van, megakadályozza a fejlesztést, nem? Szóval, iskolába lesz okosabb a blob, vagy mi ez? Az építő sebessége lesz nagyobb, a betakarító sebessége lesz nagyobb, vagy a menő sebessége lesz nagyobb? Tiszta automata itt minden, és nem szabályozhatsz majdnem semmit. Ezt multiplayerbe játszani, hallod? Fú, haver. Ezt kéne multiplayerbe játszani. Szerint... Ó! Hogy milyen munka folyik itt? Fú, de komoly! Fú, de komoly munka folyik itt! Fú, de komoly munka folyik itt! Ura, jaj, júj! Júj, de komoly munka folyik itt, uraim! Júj, de komoly munka folyik itt! Ha mindjárt betakarjuk, az összes fát be kell takarítani akkor. Így kell takarítani befelé a területet. Ez a módszer. Oda néz. Hallod? Hát gyertek hát ide akkor, na. Ez micsoda ez a micsoda? Hallod? Mindenki dolgozik. Mindenki elvitt a fát. Akkor tegyük ilyen nagyra. Mi ez, hallod? Innen már vissza se ülök a gabona, tehát minden gab a magukat elvittétek. A fehérre bekarikázott egység az, aki hatás, akire hatással van ez a kék kör. Ez mi? Ez mi? Ezt a fát vigyétek már innen. Ezt az egy fát vigyétek már innen. Fú, de kemény. Hát akkor én valószínűleg rájöttem valamire. A játék nagyon új, nagyon forradalmi. Rohadtul nem értem, hogy mi hogy működik, és nagyon rossz a magyarítás még egyelőre benne. De mindenkinek ajánlom, próbálja ki, mert ez. Ettől agyrákat lehet kapni. Nagyon jó.